Sziasztok! A mai videót már nagyon régóta tervezem. Ez egy smink videó, de nem egy hagyományos vagy átlagos smink videó, ugyanis a Krémmánia legnépszerűbb sminktermékeivel fogok ma egy sminket elkészíteni. A többségük az kifejezetten alacsony árkategóriájú sminktermék. Vannak köztük olyanok, amiket már próbáltam, vannak olyanok, amiket régebben használtam, vannak olyanok, amiket most is használok, illetve van itt egy-két olyan dolog is, amit még egyáltalán nem próbáltam soha. Úgy tervezem, hogy ha elkészítettem a sminkemet, akkor utána az rajtam lesz a nap hátralévő részében, és becsekkolok majd, hogy mennyire lett tartós a smink. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve mindenféleképpen nyomjátok meg a feliratkozás gomb melletti kis csengőt is, ugyanis így biztos, hogy kaptok értesítést arról, hogyha feltöltök egy új videót, emellett kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig akkor nekiállok a sminknek. Először is egy sminkalapot fogok használni, bár ez a termék nem kifejezetten egy sminkalap, legalábbis ami a nevét illeti, ugyanis ez a MAC Stroke Cream. Na most a Krémmánián nem ez a legnépszerűbb primer, ez a második legnépszerűbb primer. Az első az a Nivea Makeup Starter, a rózsaszín kupakos verzió, viszont azt én már sehol nem találtam, tehát nem lehet már kapni drogériákban. Így az utána a sorban következő második terméket fogom használni, ami a MAC Stroke Cream. Ez mi volt? Ez nem vinca volt. Ez egy másik baba. Már régóta használom a Stroke Creamet, nagyon szeretem, bár megmondom őszintén, hogy én inkább így az őszi, téli időszakban szoktam használni, és most sikerült úgy sokat felkennem. Ez egy ilyen ragyogást adó, hidratáló krém tulajdonképpen. Könnyen és gyorsan felszívódik, és ahogy láthatjátok, egy ilyen természetes ragyogást ad a bőrnek. Lehet belőle kis utazó méretű kiszerelést is kapni, úgyhogy ha szeretnétek kipróbálni, akkor érdemes azzal kezdeni. A legnépszerűbb alapozó a Krémmánián jelenleg a Catrice HD Liquid Coverage alapozó. Nagyon szeretem ezt az alapozót, szerintem nagyon szép a fedése, nagyon természetes az összhatás, egyáltalán nem maszkszerű, ez a 020-as Rose Beige árnyalat. Ennek az alapozónak egyébként eléggé híg, már-már folyós állaga van, éppen ezért tényleg nagyon-nagyon könnyű viselet. Készen vagyok az alakozásra, úgyhogy jöhet a korrektor. A Catrice Liquid Coverage korrektort fogom használni a szem alatti részen. Ez a második legnépszerűbb korrektor a Krémmánián, mert hogy az első az ennek a tégelyes verziója, amit egyébként szintén nagyon szeretek, de azt bőrhibákra szoktam használni, és most szerintem nincs szükségem erre. Ezt viszont nagyon szeretem a szem alatti terület kivilágosítására használni. Akinek nagyon száraz ez a rész, annak nem biztos, hogy ez a korrektor a legjobb választás, de egyébként szerintem árérték arányban szuper, mert hihetetlenül jó fedése van, nagyon szépen el lehet dolgozni, és hát nagyon olcsó. Jöjjön akkor a púder, ami nagyon rá fog férni, mert láthatjátok, hogy nagyon fénik a homlokom. A Rimmel Stay Matte púdert fogom használni, ez a 003-as Peach Glow árnyalat. Én ezt nagyon régóta szeretem és használom, szerintem egy nagyon jó kis mattító púder. A T-zónába szoktam felvinni, mert hogy nekem ez a kritikus pont, ahol át szokott fényesedni a bőröm, úgyhogy teszek belőle a homlokomra, az orromra, illetve ide az orr melletti részre, és természetesen az államra is. Azok a termékek, amiket eddig használtam, voltak már itthon, tehát nem kellett őket külön megvennem a videó kedvéért, viszont innentől kezdve, amiket használni fogok, azokat mind meg kellett vásárolnom, mert hogy nem voltak itthon, pontosabban lesz még egy a végén, amit nem kellett megvennem, de a többit azt igen, és ezeket egyébként Glamour napokon szereztem be, mert hogy akkor voltak ugye kuponok mindenféle sminkekre, úgyhogy így legalább kedvezményesen tudtam megvásárolni ezeket a termékeket, illetve van kettő, amit nem én vettem, hanem a céget kértem meg, hogyha van rá lehetőség, akkor küldjék el nekem, mert hogy máshogy nem tudom beszerezni.
kedvenc. Jöjjön akkor a pirosító, ami nem más, mint a Bourjois cuki kis pirosítója. Én az 54-es Rose Frizen vagy Frosted Rose árnyalatot választottam. Ez egy ilyen nagyon kellemes kis rózsaszín. Ezt a pirosítót még nem használtam, de azt már most látom, hogy eléggé pigmentált. Ezeket a Bourjois pirosítókat egyébként a Chanel pirosítókhoz szokták hasonlítani, amiről én nem tudok nyilatkozni, mert hogy nem használtam még Chanel pirosítót, viszont ezt egyértelműen látom, hogy túl sok pirosítót sikerült feltennem. Egyébként a színe az nagyon tetszik, meg van egy ilyen enyhe fénye is, úgyhogy tényleg szuper kis pirosító. Most közben eszembe jutott, hogy van itt bronzosító is, amit elfelejtettem használni, de mindegy, fölteszem most. Hát igazából a pirosító előtt kellett volna, de mindegy. Ez az Avon True bronzosító gyöngyök, ez a Sunny Bronze árnyalat, és ezt fölviszem ide, hát így a pirosító alá egy kicsivel. Látszik egyáltalán valami ebből? Vagy annyira világosnak tűnnek ezek a gyöngyök, látjátok? Sokkal több benne a világosabb árnyalat. Hát majd írjátok meg kommentben a videó alatt, hogy ebből így látszódik-e valami, mert én igazából nem sok különbséget veszek észre. Megmondom őszintén, hogy én az ilyen bronzosító gyöngyökért, most nem kifejezetten erről az Avonos termékről beszélek, hanem úgy általában a bronzosító gyöngyökről, szóval én annyira nem vagyok odaértük, mert nem tudom, nekem kicsit olyan... nem tudom. Jöhet a highlighter, ami megint csak egy nagyon-nagyon kedvező áru termék, ugyanis ez a Lovely Gold Highlighter, ez a legnépszerűbb highlighter a Krémmánián, és hogy a fenébe nyitom ezt ki, jele van ragasztva. Ezt egyébként már használtam régebben, szóval ez nem újdonság számomra, tudom, hogy ez tényleg egy nagyon jó kis highlighter, én magam is nagyon szerettem, csak aztán más highlighterek elrabolták a szívemet, láthatjátok, hogy tényleg gyönyörűséges fényt ad. Ja, elnézést a szirénázásért, meg a zajokért, de nyitva van az ablak, mert ha nem lenne nyitva, akkor szakadna rólam a víz, már mint így is szakad, de így egy kicsit kevésbé. Viszont zajosabb a videó, szóval bocsi. Ennyi a highlighter, szerintem gyönyörű. Én csak ide tettem, megmondom őszintén, hogy én nem nagyon szoktam máshova tenni, szerintem például kifejezetten vicces, amikor valaki az órahegyére tesz. Maximum néha még ide az ajkam fölé szoktam, de máshova nagyon nem. Rátérhetünk a szemekre, pontosabban először a szemöldökre. A legnépszerűbb szemöldök termék a Krémmánián az Essence Eyebrow Designer kis szemöldök ceruza, és én igazából két árnyalatot vettem meg, mert ez túl világosnak tűnt, ez meg túl sötétnek, és ugye nem volt teszter belőle, kibontani meg semmiképpen nem szerettem volna, úgyhogy megvettem a világosabbat is, meg a sötétebbet. Talán lehet a sötétebb. Annyira nem durva, majd kiderül. Mondjuk eléggé kemény kis ceruza. Van egy ilyen kis kefe itt a kupakon, úgyhogy azzal át lehet fésülni a szemöldököt, bár én az ilyen típusú keféket annyira nem szeretem, de végül is ezt is lehet azért használni. Egyébként lehet, hogy most egy picit így furának tűnik a szemöldökön, mert hogy próbálom itt elő visszanöveszteni, mert egy picikét túlszedtem. Nem olyan rossz egyébként ez a szemöldök ceruza, hát nem mondanám, hogy azonnal szerelembe estem vele. Na most már tényleg rátérhetünk a szemsminkre, és elsőként szemhéjalapot fogok használni. Na most a legnépszerűbb szemhéjalap a Krémmánián az Art Deco tégelyes szemhéjalap, amit én használtam egy időben, de aztán egyrészt találtam annál sokkal jobb szemhéjalapokat, másrészt egyszerűen túl nagy mennyiség volt, és soha nem tudtam elhasználni még a felét sem, és mindig nagyon hamar beszáradt. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy ezt most nem is akartam megvenni, mert tudtam, hogy biztos, hogy nem használnám el. Úgyhogy helyette megvettem a második legnépszerűbb szemhéjalapot, ami a Errol de Young, ez mi? Milyen márka ez? Mert hogy tudom, hogy a Rossmannban vettem, csak hogy ennek mi a pont? Hogy kell ezt mondani? Errol de Young? Mindegy, szóval ezt a szemhéjalapot fogom használni. Tök vicces, mert nagyon hasonlít a textúrája az Art Deco-s szemhéjalaphoz. Úgy látom, hogy egy ilyen enyhe fényt ad. A szemsminkemhez a Lovely Nude Makeup Kit palettet fogom használni. A legnépszerűbb szemfesték a Krémmánián a Maybelline Color Tattoo, de most kifejezetten
szemfesték palettát akartam venni ennek a sminknek az elkészítéséhez. Egyébként nekem is van Color Tattoo, tényleg nagyon jó, tényleg nagyon szeretem őket. De egyébként ezt a palettát én még nem próbáltam, úgyhogy már csak emiatt is szerettem volna ezt megvenni. Ezt a matt bajszínű árnyalatot eloszlatom az egész szemhéjamon. Adjak egy ilyen egységes alapot, meg hát így remélhetőleg szebben satírozódnak majd el a színek. Következőnek ezt a matt bézs színt fogom használni, és ezt felviszem ide a mélyítő vonalba. Eléggé borul ez a szín, ahogy belemártottam az ecsetet, de hát ez még azért nem akkora tragédia. Azt már most látom, hogy én hiányolok ebből a palettából egy matt középbarna színt, valamelyik helyett beletehettek volna a palettába egy ilyet. Menjünk tovább egy lapos ecsettel, meg mondjuk ezzel a fényes színnel itt, amit a szemhéjamra fogok feltapogatni. Nagyon szépen pigmentált. Nagyon szép fénye van. Következőnek ezt a lilás színt fogom felvinni ide a külső V-be. Nem fogok túl bonyolult szemsminket csinálni, mivel nem szeretném, hogyha Vince felébredne a videó közepén. Viszont két megjegyzés még. Egy fényes highlight színt is hiányolok a palettából, amit mondjuk a belső szemzugba lehetne felvinni, és itt van két nagyon hasonló ilyen világos matt szín, ezek közül az egyiket én biztos, hogy fényesre csináltam volna, a másik pedig az, hogy én ezt a legsötétebb színt is mattra csináltam volna, mert hogy ez egy ilyen csillámos, hát feketének nem mondanám, inkább talán sötét szürke, de egyébként szerintem egy egészen jó kis paletta, mert tényleg szépen pigmentált, és hát ennek is nagyon kedvező ára van, szóval árérték arányban tényleg jó, csak hát mondom, vannak ilyen apróságok, amik mondjuk nekem hiányoznak belőle. Szemceruzát is fogok használni itt a szempillatöveknél. Ez az Essence Long Lasting Eye Pencil a 02-es Hot Chocolate árnyalatban, vagyis ez egy sötét barna. Direkt nem a feketét vettem, mert nem tudom, valahogy nekem a fekete túl erős és túl sok, legalábbis valahogy ezt érzem mostanában, úgyhogy sokkal szívesebben használok barna szemceruzákat. Ez egyébként ilyen tekerhetős szemceruza, úgyhogy abszolút praktikus, és ezt sem próbáltam még. Nagyon jónak tűnik így elsőre. Picit azért elsatírozgatom. Ez bejön nekem ez a szemceruza. Egyértelműen. Nagyon jól fog, de mégsem túlzottan krémes. És akkor jöhet a szempillaspirál, amit szerintem tutira ki fogtok találni, hogy mi ez. Ez a Lovely Pump Up szempillaspirál. Kicsit ilyen nosztalgikus érzéssel fogtak el, mert hogy tényleg nagyon szerettem ezt a szempillaspirált, én magam is. Nagyon szép szempillákat lehet vele varázsolni. Nagyon szépen ível. Nem tapasztja őket össze, dúsít is, egyébként ilyen gumisörtés keféje van, és nagyon-nagyon jól elkapja a szempillákat. Tényleg nagyon jó ez a szempillaspirál, úristen, annyira régen használtam már, és most tök jó, hogy újra megvettem ennek a videónak a kedvéért, mert eszembe jutott, hogy mennyire imádtam ezt a szempillaspirált. Már csak két dolog van hátra, az ajkak, illetve a sminkfixálás. A legnépszerűbb ajakra való termék a Krémánián a Lovely K-Lips ajakszet, amiben ugye van egy ajakkontúrceruza, illetve egy matt folyékony ajakrúzs. Én magam is nagyon szeretem ezt a párost. Ez az árnyalat, amit én használok, ez egyébként a Lovely Lips, és már maga az ajakkontúrceruza is tök jó egyébként. Én ezt szoktam önmagával is használni, mert hogy a színe is gyönyörű, meg a textúrája is tök jó. Így én kiszoktam tölteni vele
az ajkakat is, és akkor utána jöhet a matt folyékony rúzs. Annyira gyönyörű ez a szín. Imádom. Hát most, hogy így elnézem a késminkemet, lehet, hogy mégiscsak sötét lett a szemöldököm, de hát a másik szín meg egyszerűen túl világos, szóval nekem valahol pont a kettő között kellett volna. Lehet egyébként, hogy van a kettő között még egy szín, mert én a 02-es brown árnyalatot használtam, és a másik az a 04-es blond. Tehát valószínűleg egyébként van egy 03-as is, de az nem volt, amikor én ott voltam. De mindegy, utolsó lépés a sminkfixálás, és a legnépszerűbb sminkfixáló a Crémánián, azaz Avon sminkfixáló, amit én magam még nem próbáltam. Ezt gondolom már az újabb verzió, ugye a MARC sminkfixáló, és hát ezt régen még nem így hívták, de remélem, hogy ez is ugyanazt tudja, mint amit olyan sokan szeretnek a Crémánián. Na, nem jön? De jó. Egészen finom permetett szór, egy picit talán lehetne még finomabb, illata nincsen, legalábbis nem érzek semmit, ami nem baj, sőt, és hát meglátjuk majd, hogy mennyire lesz tőle tartós a sminkem. Mert hogy ezt a sminket most magamon hagyom, és ebben fogok tevékenykedni, illetve menni ide-oda a nap további részében, és nap végén pedig bejelentkezek majd, úgyhogy ha van kedvetek, akkor maradjatok velem a videó további részében is. Na itt vagyok megint, eltettem a nagy kamerát, és elővettem a vlogolós kamerát. Azt elfelejtettem mondani, hogy amikor befejeztem a sminket, akkor nagyjából egy óra volt. Most 13:30 van, és éppen ebédelni készülök, mégpedig ezt a tonhalsalátát, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog lekopni tőle a rúzsom. Megettem az evédemet, és hát az a helyzet, hogy nem sok maradt az ajkaimon a Lovely K Lipsből. Ugye ilyen olívaolajas öntet volt a tonhalsalátámon, és gyakorlatilag majdnem teljesen leoldotta az ajakkencét. Szerintem én ezt most újra csinálom, mert mennem kell majd Liliért a bölcsibe, és így most baromi hülyén nézek ki. Vince felébredt, és nemrég uzsonnázott, úgyhogy mindjárt elindulunk Liliért a bölcsibe, csak még megiszom a kávémat. Újra festettem a számat a Lovely K Lips szettel, mert hogy nem akartam ilyen félig meddig lekopott rúzzsal az utcára lépni. Még azt akartam mondani, hogy a szempilláim iszonyatosan tetszenek. Szóval ez a Lovely Pump Up szempilla spirál, ez még mindig olyan jó, mint amikor évekkel ezelőtt használtam, úgyhogy tényleg annyira örülök, hogy ezt most megvettem újra, és ismét felfedeztem. Álmos vagy. Álmos, igen. Egyébként Vince a Lovely palettának a szivacsos applikátorjával játszik, amit természetesen nem használtam. Mindjárt 4 óra lesz, és megyünk hazafele a bölcsiből. És minkem még tart, úgyhogy egyelőre még jók vagyunk. Persze leszámítva azt, hogy a számat egyszer már újra kentem. Este 6 óra van, és kijöttünk egyet sétálni, így családilag. Milyen a sminkem? Nagyon szép. Vállalhatóan néz még ki? Köszönöm. Minden lenne vállalhatóan. Hát mert 5 órája tettem fel. Ja? Akkor főleg. Ez egy ilyen kalapács. Kalapács. Nyolc óra van, és azt hiszem, hogy megcsinálom a végső becsekkolást, mert eléggé fáradt vagyok, és van egy olyan érzésem, hogy az esti altatási rutinban most én is bele fogok aludni. Nagyjából 7 órája van fent rajtam ez a smink, kivéve ugye az ajkaimat, mivel azt egyszer újra kentem. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem egészen jól néz ki a highlighterem, az valami csodálatos még most is, szóval, hogy hihetetlen, hogy ez a pár száz forintos Lovely Highlighter ennyire jó. Az Avon sminkfixáló is nagyon jó, ugyanis sokkal kevésbé fényesedtem át a T-zónában, mint egyébként szoktam, mert hogy rímel mattító púder ide vagy oda, azért a T-zónám át szokott fényesedni néhány óra után, de most
teljesen vállalhatóan néz ki, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel az Avon sminkfixálóval. A szemöldökömmel is meg vagyok elégedve abból a szempontból, hogy teljesen jól áll még most is. Jó, egy picit szerintem sötét lett ez a szín, amit használtam, de amúgy viszont teljesen jó ez a szemöldök ceruza, illetve a szempilláim is nagyon tetszenek, és nem maszatolódott el egyáltalán a festék, pedig azért elég meleg volt odakint. Hát az alapozóból azért lejött itt az orromnál, mert hogy jó párszor kifújtam az orromat, igazából nem tudom eldönteni, hogy náthás vagyok, vagy esetleg valami allergiám van, de elég sokszor fújtam orrot, úgyhogy innen azért lejött az alapozó, de amúgy szerintem így teljesen jó. A pirosító is látszik még szerintem valamennyire, a bronzosítóról viszont nem nagyon tudok nyilatkozni, mert hogy én igazából akkor sem nagyon láttam, amikor felkentem, és most sem igazán látom, úgyhogy talán ez az árnyalat, ami lehet, hogy nem jó nekem. És az ajkak, hát így most láthatjátok, hogy sokkal jobban látszódik, pedig azért rajtam volt néhány órát, azért ez nem egy ilyen brutálisan tartós, evésálló, csókálló ajakkence, ez a Lovely K-Lips, de amúgy viszont nagyon jól tart, tehát hogyha nem esztek nagyon zsíros vagy olajos kajákat, akkor láthatjátok, hogy teljesen jól tart. Egy iciri-picirit érzek ilyen húzódó, szárító érzést, de egyáltalán nem vészes. Mi az, amiről nem esett még szó? Ja, a szemfesték paletta, hát láthatjátok, hogy még most is eléggé jól látszódik a szemsminkem. Nem látom igazából rendesen, de semmi drasztikusat nem látok igazából, szóval, hogy tök jól tartott szerintem ezen a smink alapon, úgyhogy én mindkettővel elégedett vagyok, mondom, a paletta nekem alapvetően tetszik, van egy-két hiányossága így számomra, de alapvetően szerintem árérték arányban egy jó kis natur paletta, úgyhogy azt hiszem, ennyi. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogyha a videóban bemutatott sminktermékek közül ti is használjátok és szeretitek valamelyiket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!